Szép estét kívánok mindenkinek, ne tessenek tapsolni, megszoktak már, úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy felettébb érdekes témával szeretnék foglalkozni. Mivel vannak sokan, akik múlt héten nem voltak, elmondom azt az alapmondatot, amit sokszor fogok ismételni, hogy a Biblia, de az ókori irodalom legtöbb alkotása, nem írásban, hanem szóban született. A kultúrának nem az írás, hanem a szó az igazi alapja, legalábbis az ókori kultúrára ez igaz. Viszont ebből a szóból írás lett, és ma azt szeretném megvizsgálni közösen önökkel, hogy hogy lett a szóból írás. Mert ugye nyilvánvaló, ahogy mondtam, hogyha most vesszük a Biblia alaptörténetei közül mondjuk Mózes első könyvéből Ábrám történetét, nem úgy volt, hogy Ábrahám kapott egy írásbeli üzenetet, vagy felütötte a Bibliáját és elolvasta, aztán utána elindult Ur-Kasdimból Háránon keresztül, tehát a végig a termékeny félholdon Palesztinába, és akkor utána Ábrahám minden nap ugye küldt a laptopjához és megírta aznapi feljegyzéseit, ez nyilvánvalóan nem így volt. Igen ám, de akkor az egész csak egy ilyen szóbeli legenda, vagy monda, ami a Bibliában van, vagy hogy van az emlékelés, és hogy van az emlékelés és az írásbeliség átmenete, ez az a nagyon izgalmas kérdés, aminek érdemes utána járni. Az első, amit el szeretnék mondani, hogy a Biblia istenképe egy nagyon érdekes és egyedülálló istenkép az egész vallástörténetben, több szempontból is. De az egyik legérdekesebb vonatkozása az, hogy a Biblia istene olyan Isten, aki beszélget, aki szól. Most ezt, hogy szól az Isten, ezt egy héber szó fejezi ki a Bibliába, megmondom héberül is úgy, hogy van, hogy dábár. A dábár kettőt jelent. Jelenti a dolgot, a tárgyat, a megfoghatót, dábár ez a váza, dábár a virág, és jelenti az ünnepélyesen elmondott szót. Egy kicsit a mi ige szavunk is hasonló, de nem egészen ilyen, mert az ige egy ünnepélyesen elmondott szó, és cselekvés történés létezés jelentő szó is a magyarba. Tehát amikor az Isten megszólal, akkor történik valami. És a Biblia döntő módon történésekről szól. Aki egyszer a kezébe vette mondjuk a Koránt, vagy Mahabharatát, vagy Brámajámát, valamelyik más indiai szentíratot, vagy bármi más szentíratot, akkor rögtön lát egy alapvető különbséget. És ez az alapvető különbség az, hogy a Bibliában nagyon köznapi, mindennapi történetek vannak. Azt lehet mondani, hogy a Biblia, ahogy ránk maradt, ahogy a kezünkben van ez a könyv, egy olyan irodalmi alkotás, amiről bátran azt mondhatjuk, hogy ez egy realista irodalmi alkotás. Különben Móricz Zsigmondnak van egy újságcikke, élete végén írta, amiben azt írja le, hogy a Biblia reális történetehez vissza kell térni a társadalomnak, hogyha kibontakozni akar. Mert ebben van a mi erkölcsiségünk alapvető kódexe. Ezt valamikor egészen közvetlenül a halála előtt írta le Móricz Zsigmond egyik újságcikkében. De ha bármilyen világnézetű valaki, ezt, hogy a Bibliában nagyon reális, kézzelfogható történetek vannak, nagyon gyorsan lehet ellenőrizni. Nem véletlenül mondja a 33. Zsoltár, ami az egyik legszebb héber költemény, ami ránk maradt, amit ő mondott, meglett, parancsolt és előállott. Ez egy nagyon tipikus, jellegzetes látásmódja az ószövetségi embernek. Az Isten mond valamit, az meg lesz. És amit az Isten mond, az nem az írás rögzíti igazán, hanem a történés rögzíti igazán. Tehát az Isten igéjének, hogy így mondjam, most az ige szót használom ebben a tág értelemben, amit az előbb mondtam, a bizonyítéka a történés, hogy annak a nyomán valami történik. Az írás az ókori ember számára legfeljebb beszéd kiegészítő vagy emlékeztető jelleggel bírt. A Biblia hitelességét az erősíti, hogy történetközpontú, a kinyilatkoztatás az olyan beszéd, ami történik tulajdonképpen. Ez az alap. Ez az egész Ószövetségnek, mint a héber nép irodalmának az alapja.
Tehát az ige az olyan cselekvés, amiből, tehát van egy cselekvés, amiből szó lesz, például Ábrám elindul, tesz valamit, abból lesz szó. Ugye elmondtam, hogy milyen emlékelési formák vannak, majd ma egy kicsit vissza fogok térni. Vagy elhangzik egy szó az Isten ajkáról, és ebből cselekvés lesz. De mindenképpen ott a cselekvés, és a cselekvés teszi letagadhatatlanná azt, ami történik, ami elhangzik. Na most, nagyon érdekes, hogy az Isten kommunikációs kapcsolata az emberrel, hogy így mondjam, egy kicsit modernkedve, erre nagyon érdekesen két szó is vonatkozik a héberben. Az egyik a gálá szó, ami azt jelenti, hogy feltár lelep lesz, tehát hogyha Isten megszólal, akkor gálá. Tehát akkor valami mögé látunk. Feltár, leleplez valamit az Isten. A másik a náhám szó van, amelyik szól, hirdet, tehát nyilvánosságra hoz, ebben az értelemben szerepel. Tehát amikor ez a bizonyos szó, amiből ige lesz, ez a bizonyos beszéd, amikor elhangzik, az ilyen. Ez nem zugajába rejtett dolog, ahogy a régi Károli fordítás fordította, hanem egy olyan nyilvános kommunikációs kapcsolat, aminek a másik oldalán nem egy ember van soha, még akkor is, hogyha egy proféta kapja a kijelentést, majd rögtön fogjuk látni, a profétának is az a szerepe, hogy oda kell állni a nép elé, és beszélni kell. Maga a szó is ezt jelenti. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy proféta, az így szokták magyarítani helytelenül, hogy előre megmond valamit. Nem. A profiémi szó, amiből jön ez a latin kifejezés, az azt jelenti, hogy valaki előtt beszél, nem előre beszél, ha pro az helyhatározói vonzatú valami. Tehát odaáll a nép elé a proféta, és valamit mond, azt mondja el, hogy az Isten hogy látja azt, ami történik. Ez is egyrészt történetközpontú, másrészt közösségi műfaj. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a Biblia nem csak szóban született, hanem egy jellegzetesen közösségi műfaj. És ez az ókori irodalom nagyon sok alkotására elmondható. A Homérosz kérdést szoktam mindig hozni, én nekem az a szerencsés véletlen folytán, ugye, mivel papgyerek voltam, nem vettek fel egyetemre, viszont nagyon jól sikerült a felvételi vizsgám, Orzutai Gyula jó voltából kaptam egy lehetőséget, hogy az ELTE-n hallgathattam a legjobbakat, és én többek között Devecseritől hallgattam Illiászt és Odüsszeát. Az egy óriási élmény volt, ugye Devecseri Gábor fordította az Illiászt és az Odüsszeát, Devecserit kapásból versbe fordította a görögből, a görög volt előtte, és versbe fordította az Odüsszeát, az egy óriási szellemi kaland volt, és mi tartottuk kézbe az ő fordítását, és hogy jobb volt a kapásból fordításot, bejegyeztük, utána összegyűjtött, és ezzel javította mindig a fordításait. Szóval Devecseri azt nagyon sokszor elmondta azt, hogy kérem szépen, az Odüssza megérthetetlen, a rapszodoszok, ezek ilyen vándor, históriás énekesek voltak, működése nélkül. És ez valóban így van. Valóban így van. Az ókori irodalomban nem individualista alkotásokat találunk, tehát nem arról van szó, hogy szerzői jog védelme alatt állt XYZ alkotás. Tessék csak megnézni mondjuk a Pliniusnak a természetről szóló óriási nagy művét. Plinius a könyv első oldalán azzal dicsekszik, hogy ebben a könyvben én egy mondatot se írtam le, hanem mindent valamit kitől koppintottam. És ezt azért mondja dicsekedve, mert én ilyen művelt vagyok, hogy ennyi mindent olvastam, és összegyűjtöttem, és összeraktam egy egységes rendszerré. Tehát az ókori ember az így gondolkodott. Na most, nem lehet a mi irodalmi felfogásunkat egy ókori irodalomba beletuszkolni, mert akkor eltévedünk. És hogyha ezt valaki végig gondolja, akkor sok-sok ostoba vita, ami azóta is van, és körülbelül 200 év óta van az irodalomban, pillanatok alatt megoldódik. Na, lépjünk tovább. A Biblia szóbeli formája tehát másodlagos, de ez hogy lehetett tulajdonképpen? A héber irodalom klasszikus korszaka az Dáviddal következik el, hiszen a 10. századtól, a királyság megalakulásától jön divatba az írásbeliség igazán. Most ez nem azt jelenti, hogy előtte nem írtak az emberek, sőt, van egy nagyon aranyos történetünk. Bírák könyvében, ugye, mert ez a királyok kora előtt van,
Ugye Gedeon történetében van az, hogy egy gyereket elkapnak, és feliratják vele a város polgárainak a nevét, és a gyerek felírja egy agyaktáblára ezeket a neveket. Na most, 19. században ezt mindenki azt mondta, ez későbbi visszavetítés. Hogy egy kamasz gyerek jeled van, amelyik ilyen kamasz süldő gyereket jelent, az nem tudhatott írni, ez csak az írástudók tudománya volt. Hát kérem szépen, mit tesz ég? 1967-ben az izraeli régészek ástak, és egy városnak a romját, egy tellt tártak fel, a tell az egy ilyen törmelék haló, ami alatt egy város van, és találtak egy házi feladatot. Egy cseréptáblát, ami nagyon gyakorlott kész, felírta a héber ABC-t. Alef, Bét, Gimel, Dalet, stb. És a nebuló, az akkor még nyers cseréptáblába, maga is próbálta az alefet utánozni, először ügyetlenül, aztán egyre ügyesebben, mert épp úgy, mint ahogy most a tanítónéni az elsős elemista unokáimnak mondja, hogy édes fiam, egy sor A betű, egy sor B betű, szépen kerekedjen, pontosan így tanítottak írni, olvasni, és nagyon érdekes módon ez a város ugye egy háborúba elpusztult, leégett, és kiégett ez a akkor még nyers házi feladat. A gyerek játékja, holtteste, csontváza mellett megtalálták a házi feladatát is. Íme egy ókori bizonyíték, hogy az ókorban is volt házi feladat, és akkor se tanultak másképp írni, olvasni az emberek, mint most. De még mielőtt én erre az írásra rátérnék, ami nagyon érdekes, és sok mindent el szeretnék erről is mondani, egy történetre hadd utaljak, a klasszikus irodalom kora az Jerémiással jön el, tehát a babiloniai fogság előtti időben, hogy is volt egy ilyen proféta, ezt nagyon hiteles feljegyzése van Jeremiás profétának. Ugye a 26. fejezetet megnézzük, akkor Jeremiás és egészen addig mindig csak kiáll a nép elé, a templom lépcsőjére, a 7. fejezetbe például, és prédikál. Elmondja az Úr üzenetét. Majd, hogy prédikál, arról egyszer beszélek, nem egyszerűen úgy, mint most a papok prédikálnak, vagy mi prédikálunk papok, mondhatom így is, hanem egészen másképp, más állókat mond, ez azt jelenti, hogy rövid csattanós mondásokat mond, könnyen megjegyezhető elemeket, példatörténeteket mond el, maga is ilyen, hogy mondjam, pantomimba mondja el a prédikációját, sok van ebből, ebben az időben, de eszébe se jut leírni. Aztán ez a prédikáció nagyon kemény, mert Jeruzsálem ellen szól, aztán elkezdenek ott tanácskozni a papok, proféták, és az egész nép hallja ezt a beszédet, és akkor azt mondják, hogy ettől a Jeremiástól jó lenne megszabadulni. Meg kellene ölni, börtönbe kellene vetni. És amikor bajba kerül ez az üzenet, akkor Jeremiás hívja a szolgáját, Bárukot, és lediktálja ezeket a proféciákat. Tehát eddig nem jut eszébe Jeremiásnak, hogy ezt le kell írni. Hanem amikor veszélybe kerül ez az egész üzenet, akkor jön Báruk, a tanítvány, és leírja szépen ezeket a proféciákat egy könyvbe. Ez a könyv ugye egy bőrből készült tekercs volt. Ma azt mondanák, hogy pergament tekercs, ami kecskéknek, juhoknak a finom hártya bőrére készült, és ezt a hártyákat, így mondja szó szerint is az ige, elviszi a királynak, meg a papoknak, azok dühükbe elégetik, és Báruk újraírja ezt az egészet. Tehát nyilvánvaló, hogy az írásbeliség egy másodlagos forma. Na most ez nem azt jelenti, hogy azért másodlagos forma, mert nem tudtak a régiek írni. És most mondok egy nagyon izgalmas dolgot. Azt, hogy mi így írunk, ahogy írunk, azt a semitáknak köszönhetjük. Tudnélik, a történelem tanúsága szerint az első betűírás az éppen a sémi népeknél fogalmazódott meg, ez az ötlet gondolat. Ugye a harmadik évezredbe kezdenek írni az emberek, egyrészt ugye most Kínát, Indiát hagyjuk egy kicsikét, ott is lehetne sok érdekeset mondani, de most a egyszerűség kedvéért, tehát ezt a Biblia világát és az Európára közvetlen ható területet nézzük. Ugye az asszírok is és az egyiptomiak is elkezdenek írni.
Mind a kettő képekből indul ki, szóképírást alkalmaznak. Tehát egy szónak van egy képe. És ebből lehet kitalálni, egy kicsit ez a szóképírás olyan, mint ma a betűrejtvény, vagy olyan, mint mondjuk egy képrejtvény, inkább a képrejtvény a jobb szó, és ezekből a képrejtvényekből lehet kitalálni a mondatot. Na most nyilvánvaló ez elég bonyolult eljárás, és mind a két helyen egy egyszerűsítés irányába hat ez az egész. És ez az egyszerűsítési folyamat, ez úgy megy végbe, hogy egyre inkább jelekké válnak ezek a szóképek, és ugye az egyiptomiaknál három emeletet is ismerünk, a feliratoknak a papírását, azután ismerünk egy általában használt írást, és egy népies írásmódot, mind a három írásmódot el tudjuk ma már olvasni. Ők okosabbak voltak a mezopotámiaiak. A mezopotámiaiak egy 520 jelből álló szótagírást alakítottak ki, és ennek az lett az érdekessége, hogy az összes kis keleti nép ezzel az írással írt. Tehát ugye biztos emlékeznek az idősebbek arra, hogy a 60-as évek közepén, 70-es évek elején, 60-as évek legvégén, 70-es évek közepén feltártak egy új kultúrát a mezopotámiai kultúrában, ez az eblai kultúra, magyarul is jelent meg több könyv is az eblai kultúrából. Az eblai kultúrában feltártak egy egész könyvtárat. Ez a könyvtár inkább okmánytár, mint könyvtár, bár vannak benne más történelmi, szépirodalmi jellegű művek is, de főként okmánytár. Ezt az eblai írást egy Pettanati nevezetű professzor, akit volt szerencsém személyesen is látni egyszer életemben, egyszerűen megfejtette. Hogyan tudta ezt megtenni? Nagyon egyszerűen. Úgy tudta a Pettanati professzor ezt megfejteni, az eblai írást, hogy ugyanebben az írási jellel, ezzel az 520 jellel írták le a szöveget, tehát elolvasni el tudta, és akkor a rokon nyelveknek az összehasonlításával kitalálta, hogy mit is jelenthet a szó, és így megint össze lehetett rakni ezt a dolgot. Egy néhány éves munkával Pettanati professzor megfejtette az eblai nyelvet. Ez azért lehet, mert egyforma írás volt. A sémiták egy más utat jártak. Nem így kezdtek írni. Valamikor a második évezred elején alakulhatott ki ez az írás Palesztina területén és a sínai félszigeten, a sémi népek körében. Miért alakult ki ez a másféle írás, ami mással hangzós betűírás tulajdonképpen? Ebben az írásban csak 22 jel van, ami 22 mással hangzót jelent. Ehhez viszont kell a sémi nyelv. A sémi nyelvnek egy nagyon érdekes szerkezete van. A sémi nyelvnek az a szerkezete, hogy nincsen alany, állítmány, ige, melléknév, stb., hanem van egy szógyök. És ez a szógyök nem ragozódik, hanem bizonyos képzésen megy át, és megkapja a maga jelentését. Egy szógyökből lehet igét képezni, főnevet képezni, lehet nominális mondatot mondani, tehát olyant egy szóval mondatot, mi is tudunk ilyent, mert keleti nyelv vagyunk, nem rokonok a héberekkel, csak keleti nyelv vagyunk, mi azt mondjuk, hogy esik. Tessék ezt németül mondani, vagy angolul egy szóval. Kinézek, és azt mondom, esik. Legalább három szó kell hozzá. A raining az nem jó, nem érteni, mert it's raining, tehát it is raining, ezt kell mondani, nem? A raining az nem jelent semmit. Az is több szó. Az is több szó. Tehát egy szóval nem tudom mondani. Persze, hogy tudom mondani, ez egy nagyon egyszerű dolog, csak egy szóval nem tudom mondani. Most a héber nyelv tud nominális mondatot, a magyar nyelv is tud nominális mondatot, azért, mert nagyon tömör. Hogyha tetszenek nézni egy olyan Bibliát, ahol héber és angol van, akkor a héber szöveg ennyi, az angol pedig a lapaljáig ér. Azért, mert csak több szóval tudom visszaadni ezt a nagyon tömör nyelvet. De most az írás szempontjából nem is ez a lényeg, hanem a gyök. Ha én héberül azt mondom, hogy M-L-K, ezt a három mással hangzót teszem egymás mellé, ebből végtelen sok szót tudok képezni, de az M-L-K egymás mellett csak valami királyra vonatkozó dolog lehet.
Ha azt mondom például, hogy Málek, akkor az azt jelenti, hogy uralkodott. Vagy azt mondom mondjuk, hogy Jimlók, MLK egymás mellett van, Jimlók, akkor az azt jelenti, hogy most uralkodik. Vagy azt mondom, hogy Melek, akkor az azt jelenti, hogy király. Ha azt mondom, hogy Málka, akkor az azt jelenti, hogy királynő. Ha azt mondom, hogy Mammálka, az azt jelenti, hogy királyság vagy ország. És itt tudnék még legalább 20 ilyet mondani. Ezért a héber szótárban MLK benne van, és ott le vannak írva a különböző variációk, tehát ha én héber szótározni akarok, akkor ezeket a gyököket, tehát ezt a három mássalhangzós gyököt kell megkeresni mindig. Ez viszont nagyszerűen lehetővé tette, hogy csak a mássalhangzókat írjuk ki, mert a héberben nem lehet olyat csinálni, mint a magyarban. A magyar szótárt így nem lehetne csinálni, mert mondjuk, csináltam, kerestem egy ilyen példát. Tegyük egymás mellé az F, az R és a G hangot. Ezek mássalhangzók. F, R, G. Mi mindent lehet belőle kihozni? Azt mondtam, hogy farag, féreg, forog, aztán fürge, még lehetne, biztos csak most több nem jött eszembe, elnézést kérek, de sok mindent lehetne. Na most ezt így nem lehet írni magyarul. Héberül viszont lehetett így írni. Éppen ezért ez egy nagyon alkalmas valami volt, és hogyha most megnézzük az írásformákat, akkor egy nagyon érdekes dologra jutunk. Hogy ez a sémi alapírás, amit háromszögletű írásnak mondanak, mert később a klasszikus héberben ez egy négyszögbe beírt betűkből állt, ezek inkább ilyen háromszögletű jelekbetű. Ezek lettek az alapjai úgy a görög írásnak, mint a latin írásnak, a görögből a ciril ABC-nek, tehát azoknak az ABC rendszereknek, amik ma élnek, ez az írás az alapja. Biztos láttak már ilyen táblázatokat, ahol le van vezetve, hogy ez a hang, vagy betűforma hogy alakult, és milyen hangértéke van. Na most, éppen ezért ebből az következik, hogy a héber ember nagyon hamar tudott írni. De ebből nem az következik, hogy a héber ember mindent felírt, mert az ókori embernek a memóriája, különösen a kollektív memóriája, az nagyon fontos volt. De nagyon hamar bizonyos dolgokat leírtak. És nagyon korai írási emlékeink vannak. Például van egy 11. századi, Krisztus előtti 11. századi gézeri parasztnaptár. Például egy naptár az fontos volt, mert abban le van írva, hogy mit, mikor kell tenni. Ez a parasztnaptár azt mondja, hogy amikor ez a izé eljön, akkor itt vetni kell, itt meg aratni kell, itt meg ezt kell csinálni, itt meg azt kell csinálni. Tehát a mezőgazdasági munkáknak a rendje van leírva. Aztán van egy nagyon nevezetes felirat, amit a 20-as években találtak meg Jeruzsálemben, ez a siloái felirat, ami Ezékiás király idejében készült, a Biblia is megörökíti ezt a dolgot, csak az alapítási felirat is ránk maradt. Ez azt jelentette, hogy Jeruzsálemben, amikor kiépült a jeruzsálemi erődrendszer, ugye Ezékiás ebben nagyon sokat tett, viszonylag kevés volt a víz. Éppen ezért egy alagutat ástak a siloái forráshoz, hogy onnan lehessen teljesen védett módon felhozni a vizet, és ennek az alapítási felirata 5 soros hosszú felirat ránk maradt, ami héber nyelven van, és egy nagyon korai feliratos emlék. Vagy van egy olyan feliratos emlék is, ami ugyanebben az írással készült, tehát a sémi alapírással készült, de nem héber emlék. Ez a híres nevezetes mésakő, egy kámós nevezetű istennek a templomába állították ki ezt a mésakövet. Ez a mésa megint egy olyan király, aki a Bibliában szerepel, és nem izraeli, hanem moábita. Ez a moábita mésakő, ami megint ugyanezzel az írással íródott. Nagyon hamar arra is vannak nyomaink, hogy a magánéletben is kezdték használni az írást. Nem arra, hogy irodalmi műveket alkossanak, hanem a magánéletben az írásnak a következő fő dolgai voltak. Például, elsősorban okleveleket kellett írni, szerződéseket.
Valószínűleg már a pátriárkák idejében is írtak szerződéseket, ha nem is biztos, hogy ezzel a betűírással, mert az az érdekes, és látni kell, hogy az irodalom történetek milyen cseles fickók, hogy ha megnézzük azokat a bibliai szerződéseket, szövetségkötéseket, amik Mózes első könyvében vannak, akkor ezeknek a formája pontosan ugyanolyan, mint a hettita szerződéseknek a formája. Na most a hettita kultúrát, azt nem olyan régen ismerjük, hettita írást az 1880-as években kezdtük el olvasni. És a hettiták írtak ilyen szerződéseket. És mivel minden ismérve megvan a hettita szerződésnek ezekben, feltételezhetjük, hogy a pátriárkák is írtak ilyen szerződéseket, és Isten is ilyen szerződési formában szerződött Ábrahámmal, vagyis kötött szövetséget Ábrahámmal, ahogy mondjuk. Tehát nagyon valószínű, hogy a pátriárkák tudtak írni, nagy valószínűség szerint a mezopotámiai 520 jeles írással, tehát szótagírással. De a királyok korától kezdve, hogy az előbb említettem, ez az írásbeliség állandóan növekedett. Elsősorban a törvényeket kellett leírni. És ha megnézzük ezeket a törvényeket, Mózes könyveiben találhatnak elég sokat, ezek mindig rövidek, nagyon könnyen megjegyezhetők, és pontosak. Nézzük meg a 10 parancsolat parancsolatait. Ne ölj, ne lopj, ez egy nagyon, nagyon egyszerű, nagyon érdekes törvények. A Biblia a legrégibb könyveiben is vannak történeti feljegyzések. Ennek is óriási hagyománya van. Ezek jellegzetesen csaták, jellegzetesen királyokkal kapcsolatos, királyok uralkodásával kapcsolatos, nagyon rövid feljegyzések, amik kronológikusak, ezek nagyon hamar megvoltak. De ez nem jelenti azt, hogy amikor elkezdtek írni, akkor abba hagyták az emlékezést. Ez nem így van. Ezek az írásbeli emlékek inkább memória erősítők voltak. A tovább fejlődése az írásnak tulajdonképpen a királyi udvarban következett be. Mi történt a királysággal? Elsősorban azt kellene látni, hogy miért is jött létre királyság. Izrael az nagyon le volt maradva a királyság tekintetében, hiszen egy nagyon érdekes államformában értek, amit hosszú ideig úgy találgattunk, hogy miért ilyen különös államformában értek. Hiszen nézzük meg ugye a fáraói udvarnak a emlékét, ugye a középbirodalom végén van az izraeli honfoglalás, ott amik előtt az óbirodalom, egy kialakult teljes egyiptomi uralkodási forma, adminisztráció, bürokrácia, stb. Akkor már réges-régen élt. Ezt nem vették át az izraeliek. Ugyanakkor volt már előtte egy sumér birodalom, aztán arról viszonylag keveset tudunk, inkább az irodalmáról tudunk, de utána voltak városállamok körülötte, sőt voltak királyságok. Például Moab, az előbb említett Moab, az királyság volt. Az izraeliek ezt se vették át. Hanem egy nagyon érdekes szervezetben éltek, ezt hívjuk bírák korának, ami egy törzsi szövetség volt. És ez a törzsi szövetség azért izgalmas, mert József könyve leírja azt, és nagyon ősi írásbeli emlékek alapján, hogy amikor a honfoglalás megtörtént, akkor elméletbe felosztották az országot egymás között a törzsek. És ezek a törzsek nagyon lazán éltek egymás mellett. Egyét csak a közös kultusz, tehát a közös Isten tisztelet tette. És az a sikemi országgyűlésen elmondott Józsué beszéd, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Ez a vallomás. De Józsué után nem jött új egységes vezér, hanem a törzsek külön-külön éltek. Na most, nem tudták elfoglalni az egész Izraelt. Tudjuk azt, hogy az Izrael az egy nagyon zegzugos valami, város államocskák voltak rajta, és ezek a város államocskák nevetségesen kicsik, bár a fáraói feliratokban mindig óriási birodalmaknak tüntetik fel, ez érthető, tudnilik, a fáraónak nagyon sok borsot törhettek, egy kis város állam is az orra alá, mert ugye nagyon, nagyon tagolt ez az izraeli
terület, és bizony-bizony ez az egyetlen kimenekedési út, vagy kijöveteli út Egyiptomból, és ezek nagyon fontos szövetségesek, vagy ellenségek voltak, hogyha ellenségesek voltak a mindenkori fáraóval szemben. Az izraeli törzsek a fennsíkokat lakták. A tengerparti síkságon pedig a filiszteusok voltak az urak. És amikor konfliktus lett, akkor mindig egy bíra támadt. A bíra az nem futballbírót jelent, vagy nem törvényszéki bírót jelent, hanem egy olyan karizmatikus szemét, aki egy cél érdekében összefogta az izraeli törzseket. De amikor a filiszteusok a 11. században elkezdtek cseperedni, ők is népvándorlással jöttek, ők a tengeri népek vándorlásával jöttek valahonnan Krétáról, vagy Ciprusról, vagy Kis-Ázsiából, vagy valahonnan még északabbról erre a területre, és nem sémiek voltak, tehát ezért mondja őket körülmetéletleneknek, mert a sémiek azok körülmetéltek voltak, vagy az arabok is, stb. És ők hozták be a vasat. Elkezdődik a vaskorszak. Most ezt nem úgy kell érteni, ám a vaskorszakot, hogy a futballbíró fütyült, hogy emberek hónaptól vaskorszak. Hát szóval ez nem így ment. Ez nem azt jelentette, hogy nem ismerték korábban a vasat, hanem Palesztinában nem volt érdemes a vassal bajlódni, mivel Eládban, ezt tudjuk, ha megnézzük az Akabai öbölt, hogy hol van ez az öböl háborúnál, még erről az Akabai öbölről sokat hallottunk. Tehát úgy mondom most a fiatalokért, van a Vöröstenger, az amint egy csiga-biga, van két szarva, ugye két nagy öböl, és közben fogja a Sínai félszigetet. És a keleti öbölnek a végén van ez az Elád nevű város. Ez az Elát nevű városban az Elenka tanár úr, kedves kollégám, jó barátom, nemrég járt ott, geológus, és azt mondja, még mindig öklömnyi termésrezek vannak. Tudnilik, ez a Földnek az egyik legizgalmasabb, geológiailag legizgalmasabb pontja, mert a Holtenger medencé az beszakadt. Gondoljuk el, 400 méterrel van a Holtenger szintje, a tenger szintje alatt. Itt óriási vulkános tevékenységek volnak, és a termésrezet csak össze kellett szedni. Hát majd őrültek lettek volna ott vasolvasztással kínlódni az emberek, tehát a bronzkor Palesztinában nagyon hosszú ideig tartott. De a filiszteusok hozták a vasfegyvereket és a lovat. Ifjonti koromban írtam egyszer egy tanulmányt a lóról, hogy milyen a lónak a művelődés történeti képe a Bibliában. Hát kérem, amit mi a szamáról mondunk, az a ló a héber gondolkodásban. Tehát a lóról azt mondja a héber, hogy piszkos, buta, értelmetlen állat. Egy szép ló himnusz van a Bibliában, ez Jób könyvében van, ahol a ló előfordul, így van héberül, hogy szusz, csupa rosszat mondanak róla. Viszont az okos, az intelligens állat az a szamár. Most ez azért van, mert más a kultúra. Tudnék, a ló ezen a nagyon tagolt tájon nem él meg. Illetve egél ismerték a lovat, csak hát nem lehet vele mit kezdeni, mert rögtön kitöri a lábát. A szamár az nem. A szamár az, ha a két patája elfér egymás mellett, akármilyen meredélyen elmentek ezek a szamarak. És ezért a szamár az egy nagyon hasznos állat volt. Még a tetejében ez megevett mindent a szamár, a ló meg mindig finnyás volt. Finnyás állat volt a ló, tehát ez a sztyepei népeké volt. De a filiszteusok hozták a lovat. És elé fogták a kocsinak, a harci szekérnek, ami kétkerekű szekér volt, három lovat elé fogtak. A kerekekre vaskardot erősítettek. És a gyalogos támadásnál, ugye a korábbi háború az úgy nézett, mint egy jó kocsmai verekedés, mondjuk egy Kecskemét melletti népművelési intézményben, amit korcsmának hívnak, hogy ki megkereste az ellenfelét, és dur bele, amit lehetett. Ütötték, na most gondoljuk el, megjelent egy ilyen kocsi, és akkor ez úgy szecskavágóként felaprította a jó népet. Hát menekült mindenki, hanyat homlok. A filiszteusok egyre erősebbek lettek. És ekkor jött az ötlet, elmennek Sámuelhez, aki köztekintélyű nagy bíra volt, hogy király kell, aki egy egységes hadsereget létrehoz. Hosszú húzavona után, most ezt nem mondom el, megválasszák Sault királynak, aki
nem igazi király, hanem létrehoz egy egységes hadsereget, inkább ilyen népvezér. És tudjuk a Saul konfliktusát Dáviddal, Dávid pedig egy gerilla vezér. És Dávid alapítja meg az igazi izraeli királyságot, aminek van egy gazdasági háttere is. És itt kezdődik az írásbeliségnek a dolga. A gazdasági háttér az az, hogy a 10. században, 11. század vége, 10. század, Krisztus előtt vagyunk, Egyiptom az nagyon hátul van, belső problémákkal küzd. Mezopotámiában valamire való hatalom nincs, mert babiloni csatornák eliszaposodtak. Északon még ugye Asszíria nem szerveződött meg. Viszont ott vannak a főniciaiak, akik árura vágynak, keleti árura. És Salamon találmánya az, hogy hoppá! Ezt a keleti árut nem csak Babilonból lehet kérem beszerezni, termékeny félholdon végighordatni a tevékkel. Be lehet ezt kérem szépen az Akabai öbölön keresztül is szerezni, mondjuk Kelet-Afrikából. Tessék gondolni a Sába királynő történetére. És Salamon kiépít egy jól megerősített hadiutat várakkal, felsorolja megint listaszerűen a Biblia pontosan ezt az utat, az Akabai öböltől egészen Tíruszig és Szidonig, Tírusziak, Szidoniak pedig terítik a földközi tenger medencével jó haszonnal ezt az árut. És ebből létrejön egy virágzó középhatalom. Na, egy ilyen középhatalmat most már szóbeliséggel nagyon nehéz irányítani. És mivel ez a hatalmat mindig is a hit tartotta össze, és Dávidnak van egy óriási nagy találmánya, az az, hogy nem egyik vagy másik helyre, régi-régi, Ábrahámig visszamenő hagyományokra épülő helyre teszik a Szent Sátort, hanem épít Salamon egy templomot, méghozzá Jeruzsálembe, amelyik senki el se tartozott, hanem Dávid foglalt el a jebúziaktól. Egy semleges helyre építés, ez pontosan Palesztina közepén van, épít egy templomot, kialakul egy új igény. Le kell írni a törvényeket, le kell írni Mózesig visszamenő hitbeli hagyományokat, istentiszteleti rendet, a templomnak, a sátornak a rendjét. Le kell írni az istentisztelethez tartozó zsoltárokat, hiszen Dávid maga is költő. Össze kell gyűjteni azokat a bölcs mondásokat, ami a példabeszédekben van, hiszen Salamon erről híres. Tehát elindul az irodalmi élet. És az az érdekes, hogy bár vannak korábban is proféták, de egyre inkább a proféták írásai is bekerülnek ebbe az irodalmi folyamatba, és a proféták szóba elmondott dolgaiból írás lesz. És ez a szóban elmondott írás, ez egy nagyon-nagyon érdekes műfajt hoz létre, ami hallatlanul tömör, hallatlanul közel van a szóbeliséghez, és hallatlanul érdekes. És így maradt ránk a Biblia. De ennek az írásnak van egy alapvető szabálya. Ez mindig kollektív ellenőrzés alatt álló írás. A proféta az odáll a nép elé, és profiémi, a nép előtt elmondja. A nép hite, az az ellenőrző membrán, ami veszi ezt az üzenetet. És ez a hallatlan érdekes kultuszcentralizáció, ami kialakul a jeruzsálemi templomba, azt mondja, hogy ez az egész hatalmas irodalom, ami több mint 1000 éves múlttal rendelkezik. Ez az irodalom hallatlanul egységes, és hallatlanul különböző, és ez egyszerre igaz. Egységes az alapvető hit nézetek szempontjából.
egységes abban, hogy ez egy teljességgel monoteista irodalom, tehát csak egy Istenről tud. Egységes például abban, hogy minden mítoszt kiírt. Egész egyszerűen nem tűri a mítoszt. És éppen ezért, mivel a mítosz tartotta a kor, már a Bibliának a kora, az Istenségről való beszélésnek a fő műfajának, Krisztus előtti 3. században, ugye a zsidóságnak egy nagyon erős diaszporája, szórványa él Alexandriában, Alexandriának a 25%-a akkor zsidó. Az egyiptomiak azzal vádolják a zsidókat, hogy ti ateisták vagytok. Semmi mítoszotok nincs. Micsoda dolog például a teremtés története? Hát az egy botrány. Ugye, mert mindenféle, körülbelül 60 teremtés történetet ismerünk az ókorból. Mindegyiknek az a lényege, hogy az ég és a föld párosodott egymással, ebből létrejöttek az istenek, aztán az istenektől az emberek, stb. Ennek az a lényege, hogy az istenség az benne van a világegyetemben, az ég és a föld házasságában. Általában az ég az a hímnemű, a föld a nőnemű, egyiptomiaknál fordítva van, de mindegy. Már a nemeknek a dolga fordítva van. A Biblia nem így mondja el. A Biblia antimitológikusan beszél. Azt mondja, hogy van a világ, ami tohuvabohu, ezt biztos tetszenek tudni ezt a két szót. Tohuvabohu az mit jelent? A tohu az azt jelenti, hogy össze-vissza. A va az egy kopula, tehát és azt jelenti kötőszó magyarul. Mindig ezeket a csúnya nyelvtani szavakat mondom, kötőszó, de nagyon jellegzetes, hogy a héberben két egyenrangút köt össze. Tehát tohu, össze-vissza, és a bohu az pedig azt jelenti, hogy üres, szegényes, ritka. Tehát a világ üres, és össze-vissza van. És akkor jön az Isten, és szól. Ja, megint itt a szó. És mit mond az Isten? Azt mondja, hogy legyen. Nagyon érdekes, az Isten neve is, a Jávé, Jahvé, ez a lenni szóból származik, a levő, azt jelenti pontosan, lefordítom a Jahvét, hogy levő, Jehova ilyen nincsen, ezt csak a középkoriak olvasták rosszul, de ezt majd egyszer elmondom. Tehát a Jahvé vagy Jávé az azt jelenti, hogy a levő, tehát a létigének egy megfelelő formája ez. De nem is ez az érdekes. Az ókori keleti ember három elemet ismer. Miért három elemet? Azért, mert a negyedik, ugye a görögöknél a tűz volt, de hát a tűz ott nem érdekes, ahol mindig olyan meleg van legalább, mint itt most bent. Ott nem nagyon érdekes a tűz. Mi a három elem? Az első a fény, a második a víz, a harmadik a föld. Nagyon logikus, mert a folyamenti kultúrához ez kellett. Folyamenti kultúra volt az első, olyan kultúra, ahol többet tudott egy ember termelni, mint amit megevett, és ennek az volt a következménye, hogy kialakulhatott egy differenciált kultúra. Lehettek értelmiségiek is, mert el tudta tartani az társadalom. Ez kellett a fény, a víz és a föld. Most tessék megnézni a teremtés történetet. Az első három nap mi történik? De ha valamit akarok csinálni, akkor rendet kell csinálni először. Iparos valamit meg akar csinálni, rendbe teszi a szerszámait, nem? Így kezdődik. Isten rendet csinál. Szóval a rendcsinálás az elválasztással kezdődik. Hol? Először a fénynél. Sötétséget, világosságot. Ott. Aztán a vizet. Fenti vizeket, lenti vizeket. Aztán a földet és a vizet. Na most, amikor ez megvan, jön a második három nap. Mi történik? Benépesítés, nem? Mert üres. Akkor be kell népesíteni. Világító testek, a fenti világhoz tartozó madarak és vízi állatok, és a hatodik nap pedig a szárazföldi állatok és az ember. Ez egy teljesen logikus valami az ókorban. Na most, erre valaki azt mondja, de kérem, ez nem a természettudományos, akkor azt mondanám, hogy ez nevetséges, megint miért tetszik számon kérni egy nem létező valamit egy régi szövegtől?
Hát mióta gondolkodunk természettudományosan? Ha gondolkodunk mondjuk természettudományosan. Ez egy híradás. Ez egy olyan híradás, ami mitológiátlanított. Ezen botránkoztak meg az alexandriak, megmondom miért, a negyedik napon. Gondoljuk el, Egyiptomban a napnak különböző formái, különböző istenek voltak. Volt a hajnali nap istene, az éjszakai nap istene, a déli napnak az istene, a nyugodó napnak az istene, a délutáni napnak volt külön istene. És a teremtés történet azt mondja, hogy alkotta Isten ugye egy szóval a napot, azért, hogy példázza, így van héberül, hogy mimmöselet, megint a MLS, egymás mellett mindig példázni, stb. Jelent, tehát a másál szó ennek a gyöke, mimmöselet, hogy példázza a nappal, a napot, az éjszakát, pedig a hold és a csillagok. Hát ezt kérem, ez ateizmus, mondták az alexandriaiak, ugye? Mert mitológiátlanít. Viszont, majd az utolsó előadáson elmondom, pontosan ez a mitológiátlanítás hozta azt, hogy az európai kultúrának a Biblia lett az alapja. Miért ezt most nem mondom el, ilyen szabócsaládosan fejezem be, ez az utolsó, mert nem tetszenek ilyen szép számmal eljönni az utolsó előadásra. Köszönöm szépen, hogy ma végig tetszettek szenvedni, hallgatni velem ezt az estét. Jövő héten találkozunk, és tovább megyünk egy nagyon érdekes kérdéssel. A jövő estének a pontos címe az, hogy a kéziratok megbízhatóság. Még nem beszéltem arról, hogy ugye tudtak írni, a profétáknál már mondtam, hogy leírták, de az írástól a ránk maradt kéziratokig milyen út vezet? És tényleg nem cserélték ki ezeket a kéziratokat? Vagy tényleg igaza van a Brown úrnak, aki a Da Vinci kód, ugye? Igaz az, hogy csak úgy csikli-csakli meg lehet csinálni a kéziratokat? Ez már egy nagyon divatos téma, erről majd még más alkalommal is a hamis evangéliumoknál, mert jön karácsonyra a Júdás evangélium, amit én tudok előre, hogy milyen tartalma van, mert már teológián tanultam, csak ezt most ugye hirtelen megint feltfedezik. Én már vizsgáztam bele nagyon régen a 60-as években, sőt ezt ugye századforduló óta ismerjük pontosan a Júdás evangéliumát, arról is fogok beszélni. A kérdéseik vannak, ez Zoli is fogja mondani, meg lehet bombázni engem, akár nyilvánosan, vagy hogyha így nem akarják, akkor egy kis cédulára odaadják Zolinak, megkapom, igyekszem böcsülettel megválaszolni. Köszönöm szépen a türelmet, figyelmet!